ezután el is érkezünk az Absalom félszigetre, amely a Kaszpi-tenger legnagyobb félszigete. 60 km hosszú, 30 km széles. Idén is megrendezte immár 30. alkalommal a Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzversenyét a Szekszárdi Gimnázium. Gyurica László, a zsűri elnöke elmondta ennek a próbatételnek a különlegességét. Nem megszokott verseny abból a szempontból, hogy nem tankönyvízű, hanem gyakorlatilag inkább általános műveltségre kérdez rá. Tehát a földrajz kerül nyilván elsősorban fókuszba. A megmérettetésen minden évben más és más ország kerül terítékre, történelmi, művészeti, kulturális és turisztikai szempontból, földrajzi szemüvegen keresztül. Amíg régebben ugye voltak a tankönyvek, ma már egyetemen hallgatók sem nagyon használnak tankönyveket, hanem nagyon széles a repertoár, tehát interneten felelhető segédanyagok, vagy akár általános ismeretanyagok, de akár úgy gondolom, hogy utik könyvektől kezdve szakmai folyóiratok, de úgy általában az internet ma már a legfőbb segítség, úgy gondolom. 21 diák küzdött meg az elsőségért. A verseny jellegéből adódóan a felkészülés sok munkát és kreativitást igényelt. Én nagyon élveztem eddig a versenyt, szerintem nagyon jó a téma. Én személy szerint nem ismertem eddig ezeket az országokat, legalábbis ennyire biztosan nem. De nagyon sok mindent megtanultunk róla, az első részének, a fordulónak is szerintem nagyon nagy szerepe van abban, hogy a később, a délutáni feladatoknál is több feladatra tudjanak majd a többiek válaszolni, illetve nagyon sok új információt is ismertünk meg például. A verseny célja nem csak a számonkérés, hanem új ismeretek átadása is. Fővárosa Suhumi, ez egy kikötőváros. És azt kell róla tudni, hogy ezek kedvelt üdülési központ Abháziában nagyon szeretnek ellátogatni tehetősebb emberek itt nyaralókat vásárolni, és ez az egyik fő hely itt a Fekete-tenger partján. A versenyen Lambert Kristóf győzedelmeskedett, akinek jutalma egy külföldi utazás. A második helyen Keresztes Kristóf végzett, harmadik Tóth Pál Balázs lett.